Sziasztok! A két havi magazinunknak az egyik gyöngyszemét szeretném így videóban is megmutatni. Ő a Bisafe-nek a terméke, egy norvég autós ülésgyár, nagyon magas minőségben gyárt üléseket, és szerintem ebben a magazinban sikerült nagyon jó árban szerepelnie. Picit közelebbről is megnézzük, mert egy fotó nem igen mutatja meg a kvalitásait ennek az ülésnek. Nehéz videón meglátni, hogy mennyire jó minőségű műanyagokat használtak, de hát ez már hagyományosan a Bisafe-től ez el is várható ebben a kategóriában. Tehát 15 és 36 kiló közötti gyerekekre van optimalizálva ez az ülés. Tehát a 9-18-as ülésből átülve lehet ez egy nagyon-nagyon jó választás. Jó választás lehet azért, mert nagyon kellemesen fölveszi az autós ülésnek az alakját, egy picit dönthető. Jó választás lehet még azért, mert nagyon-nagyon magasra felhúzható a háttámlája. Tehát itt látjátok, mindjárt szinte el is fogok tűnni itt mögötte. Vannak olyan kis kupé autók, ahol nem is lehet kihasználni a teljes felhúzását így ennek az ülésnek. Én különösen kedvelem azért, mert nem tud kibújni az öv innen. Van egy ilyen kis visszacsapódó kis retesz, és behúzódik az öv, és nagyon biztonsággal van itt. Ezeknél az üléseknél különösen fontos azért, mert nagyon sokszor úgy utaztatjuk az ülést, hogy nincs benne a gyerek. És hogyha akkor kihúzódik belőle, bármi tárgyat átteszünk az ülésen, kihúzódhat innen, és problémát okozhat, mert gyerek csak beugrik az iskolánál, és keresztbe húzza maga előtt az övet, és nem a megfelelő ponton megy át. Tehát szerintem ez egy nagyon fantasztikus jó dolog. Az üléshúzat. Az üléshúzat, amikor megvásárlás pillanatában a szín szokott fontos lenni, én mindig azt szoktam mondani, hogy inkább a tartóságra menjünk rá, mert ez ugye 8 évig szolgál minket, ha egy gyermeknek használjuk, sokkal tovább, hogyha két gyerkőcnél, és hát ki kell bírni a húzatnak ezt a hosszú-hosszú időt. Ezért érdemes olyan színt választani, amelyik a napsütésnek is ellenáll, de ez még nem lenne olyan forradalmi, mert viszonylag sok ülés kínál hasonlót, de ilyet viszonylag kevesen, tehát hogy le lehessen venni így az oldalát. Miért jó dolog ez? Tudjuk ki kicsit keskenyíteni. Abban az esetben, hogyha több ülést akarunk elhelyezni az autóban, akkor egy picit keskenyebbre lehet venni az ülést. Tehát ez azért fontos, hogy három darab elférjen egymás mellett. Főleg akkor, hogyha az első gyermeknél vettek egy ülést, két gyerek, három gyerek, és már hárman ülnek autós ülésbe, nagyon sok autóba szűk a hely, csak a buszlimozinok alkalmasok általában arra, hogy három ülés kényelmesen elférjen, ezt meg lehet oldani. Gondolhatjuk, hogy nem véletlenül rakták föl a gyáriak ezt, hogyha levesszük, akkor kevésbé lesz biztonságos. Ez igaz is, meg nem is, mert a teszteken úgy ment át az ülés, és úgy kapta az értékelést, hogy ezek a plusz védelmek nélkül. Tehát amikor ezt ráteszed, akkor adsz még egy plusz védelmet, és nem pedig fordítva történik, hogy csökkent az ülésnek a biztonsága. Jó? Tehát szerintem ez egy nagyon fontos dolog. Ezen kívül én még kedvelem azért, mert nagyon sokszor cipelnünk kell az ülést, és áttenni egyik autóból a másikba, ugye ez egy Isofix csatlakozóval ellátott ülés, könnyű kiszedni, berakni, és meg tudjuk fogni, és szépen vinni magunkkal. Tehát a másik kezünkben egy gyerek van, szatyor van, vagy bármi egyéb, most nálam ezek a kiegészítő cuccok vannak, teljesen tökéletesen lehet cipelni, és nagyon könnyű behelyezni erre a füllentyű segítségével igazából az autóba is. Remélem, hogy elnyert a tetszéseteket ez az ülés. Van polcon, van raktáron, gyertek, siessetek, vigyétek, vegyétek, rendeljétek a webáruházból. Köszönöm a figyelmeteket!